Pauli Anna textilművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. A művész közel 30 évig tanított az Iparművészeti Egyetemen, ezért döntött úgy, hogy nem csak saját, hanem diákjai alkotásait, illetve az általa szervezett kiállításokat is megmutatja. Saját munkásságáról pedig egy a 70-es évektől egészen a 2000-es évekig terjedő átfogó dokumentációt is összeállított. Nagyon sokféle textiles kollégám van, aki sokféle textilt használ. Én a lem mellett köteleztem el magam annak idején. A leniparban dolgoztam először, és ez egy halatlanul érdekes anyag volt. Ugye ennek volt egy magyar tradíciója, és általában népművészetben mindenhol a len, kender, ez egy nagyon használatos anyag volt. És ezekkel foglalkoztam hosszú ideig, mint gyáritervező is, és mint kiállító művész is. Aztán utána foglalkoztam a gyapjúval, különböző pályázatokon vettem részt, és végül a pamutiparban kötöttem öltözködési textileket. Úgyhogy gyapjúbútor szöleteket elvesztem, úgyhogy elég széles palettán dolgoztam. Tehát végül is majdnem minden anyagot használtam a területen, amit lehetett. Pauli Anna alkotásaiban egy valami mindig közös. Ez annyira jellemző volt rám, ez a csíkrendszer használat, és hát ebben főleg a népművészetre hagyatkoztam, és a férjemnek volt ebben nagyon nagy szerepe, hogy erre hívta fel a figyelmemet, hogy milyen rendszerek vannak, mit kell figyelembe venni, és én nagyon szerettem a lenanyagoknál ezeket a színes csíkozásokat, amit tulajdonképpen a skandináv modern textileknél a mai napig egy nagyon elfogadó dolog. A textilművész elmondta, eredetileg pedagógusnak szánták, őt azonban jobban vonzotta a művészet. Édesanyámnak volt egy kollégája, aki felhívta a figyelmet, hogy Pécsen beindult a művészeti gimnázium. És akkor ott felvettek, onnan indultam, és akkor az iparművészetire jelentkeztem, és ott harmadszorra vettek fel. Akkor, amikor ott, mielőtt ott diplomáztam volna, akkor szintén fölkértek, hogy maradjak benn pedagógusnak, és akkor mondtam, hogy hát én még nem tanultam annyit, csak amit az iskolába, hát mit adok vissza a diákoknak, tehát nekem fontos volt, hogy kimenjek a gyáratba tervezni, tanuljak. Hát nem volt egy könnyű időszak, mit mondjak. Ez ugye a 70-es, 80-as évekre tevődik. De én nagyon hálás vagyok most, főleg egy idős fejjel visszagondolva. Fantasztikus szakemberekkel találkoztam, Textilipari Kutatóintézettől kezdve, a gyapjúgyárak, lengyár, pamutgyárak, úgyhogy nagyon sokat tanultam. Na most ezeket vissza tudtam adni az egyetemen a hallgatóknak, már amikor meghívtak harmadszorra, hogy jöjjek tanítani, akkor már elvállaltam. Úgyhogy körülbelül ennyi volt ugye a munkásságom, és hát nagyon sok külföldi kiállításom volt, mert akkor már, hogy mondjam, a egyéni textiles munkáim és a fali képeim révén ismertek, és meghívtak külföldre kiállítani.